Sziasztok, én Csaba vagyok a Chasing Mod Tech csatornáról. Szeretnék nektek bemutatni egy Seasonic Prime Platinum 1300 wattos 80 plusz platinum minősítésű tápegységet. Ebben a videóban egy kis unboxingos videót mutatok. Viszont specifikáció terén nem vagyok annyira úgy biztos, ezért nem szeretném, hogy valaki mégis azt mondja, hogy jó, biztosan most nem vagyok leinformálva, rosszul mondtam valamit, akkor majd azt majd írjátok meg nekem kommentbe. Na hát, én ezt már mondtam, ugye vettem a Harbera Pro-ról Magyarországon, igen. 62 ezer forintért, boltjáron 120-130 ezer forint, és a belegondolunk, ez full dobozosan érkezett meg hozzám. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a fól is rajta van. Én már megbontottam persze itt az elején, nem teljesen, mert szeretnék vigyázni a csomagolásra, és ezért szeretném a fóliával védeni. Mert ezek a tápességek, ahogy a gyártó is ugye forgalomba bocsássa, hát hogy mondjam, vékony a doboza, hát nem tudom, most spórolnak, vagy nem tudom, na mindegy, a lényeg az, hogy nem is nagyon izgat. 62 ezer forint volt, viszont nincsen hozzá garancia. De hogyha boltba megvásároljátok, vagy bármelyik Seasonic tápegységet, akkor 12 év garanciát ígér a gyártó. Az, hogy a disztribútorok mit ígérnek, hogy ők honnan szerzik be, ez megint egy másik kérdés. Hát, hogy mondjam, hát nem tudok rá mit mondani, mert ugye az a baj, hogy van nekem Corsair AX 1500 wattos tápegységem, az arra 5 év garanciát állt az ipon, és én azt mondom, hogy Corsairnál ez 10 év. 10 év. Na, de hogy most Seasonic tápegységre, például most, hogy boltban, hogyha lenne az iponon, vagy az Aquában, vagy a PCX-be, az most így nem tudom fejből. De az a helyzet ugye, hogy a koronavírus miatt sincsen most árubeérkezések, és nagyon ritkán vannak, nincsenek úgy készletek ezekből a tápegységekből, vagy más gyártónak a tápegységeiből. Szóval ez a koronavírus ez most nagyon betett. Hú, hát nézzük egyébként ezt a tápegységet. Én kibontottam, megnéztem, nekem nagyon tetszik. Mindig is szerettem volna amúgy egy Seasonic tápegységet. Mindig is szerettem volna, mert nekem, ami most van kettő tápegységem, az egy Corsair AX 850-es, és van egy Corsair AX 1500-as. Mind a kettő szépen üzemel, és semmi probléma nincsen vele. Mint már mondtam, nem tudom, lehet, mert most elfelejtettem. Ugye ezt két hónappal ezelőtt vettem, de én azt mondom, hogy ez az első Seasonic tápom, és én ahogy néztem, meghibásodási arány, hát az nincs, 0,0%-os, azért az meglehetősen nagyon jó. Szerintem akiknek van Seasonic tápegységük, nem hiszem, hogy úgy túlzottan nagyon problémáznának rajta, hogy lenne valami probléma, de nem. Az a lényeg, hogy a Seasonic tápok például tökéletesek. Nagyon sokan használják, nagyon sokan szeretik, mi is becsülik. Ugyanúgy a tuningosok is szeretik ezt. Na hát, nézzük. Melyiket is nézzük ezt a részét. Magyar nyelv nincsen. Sajnos. Itt van a specifikáció. Ugye AT 12 volt per EPS 12 volt. A dimensions az a méret lesz, a méretek, 170 mm x 150 x 86 mm, eltérés lehet 1 mm, 80 plusz platinum és Energy Star, ugye minősítéssel vannak ellátva. Vannak ezek a túlhajtási védelmek, van itt a nekünk OPP, OVP, UVP, SCP, OCP és OTP, OTP. Ez olyan, mint az OTP bank. Na mindegy. Ő most így fejből ezeket nem tudom, hogy mégis, de ezek a túlhajtáshoz vannak. Mennyi? 2, 4, 6, más gyártónak a tápegységén van 5.
Szóval azért mondom, hogy ez nagyon jó. Aktív PFC-s és hibrid túlhajtás, hibrid gomb is van rajta. Vannak itt a max áramfelvételek. Van itt a plusz 3,3 volt, az 25 amper. A plusz 5 voltnál 25 amper, plusz 12 voltnál 108, a mínusz 12 voltnál 0,3 volt, 0,3 amper, bocsánat, plusz 5 volt SB, na most ez így pontosan nem tudom, ez 3 amperes. Itt vannak alatta, hogy hány wattos a fogyasztás? Na mindegy. A plusz 3 is az plusz 3,3 és a plusz 5 voltnál 125 watt. A plusz 12 voltnál 108 amper és 1296 watt. A mínusz 12 volt alatt a 0,3 és 3,6 watt. Plusz 5 VSB a 3 amper és 15 wattos. Így összesen 1320 watt jön ki. Ez hogy jön ki? Á, jó, megvan, aha. Igen. Ez így jön ki, gondolom, és akkor így lesz 1320 watt, de viszont a gyártó csak 1300 wattot ír rá. Aha, jó. QR kódos. Mert szerintem a legtöbb esetben mindenhol ott van rajta a QR kód. Jó. A zoom az megvolt. Nézzük a tápegységünket, bontsuk ki. Jó. Ez hogy lesz? Ez lesz. Külső csomagoláson belül fogad minket egy ilyen dobozka. Ez így néz ki. Ez nincsen leragasztva semmi. Szerintem az nem egy probléma. Nézzük. Megvan. Megvan, megvan. Ó, voilà, ez így néz ki. Na, kapunk egy kis ajándékocskát, mondhatjuk úgy is. Tehát kapunk egy ilyen kis tasakot, benne van minden, ami kell. Van itt nekünk egy használati, nekünk egy használatink. Tehát full moduláris tápegységre van szó. Itt van az megadva, hogy a videókártyáknál, hogy kompatibilis, vagyis hogy is lehet, ugye? Tehát itt mutassa a tápcsatlakozó kábelt, hogyan kell csatlakoztatni. Ez is helyes, de így már nem. Hogy miért? Az egy jó kérdés. Ugye hibrid panos, ami ott van a kis gombocska, azt kell megnyomni. Van a bekapcsoló és a kikapcsoló gombja. És persze ugyanúgy megkapjuk hozzá 4 darab csavart. Jó. Nem kell. Mi van még itt a csomagban? Van itt nekünk kábelkötegelőnk is. 2 darabban van itt egy ilyen kábel menedzseléshez.
Mindjárt mutatom a másikat, kapunk hozzá 4 darab rögzítőcsavart. Kapunk 2 darab matricát. Kapunk egy majdnem, mintha egy fémes hatású, de nem fémes persze, matricát. Én nem tudom, hogy ez most szerintem. A tápegységekkel is ugyanez van felragasztva. Tehát kapjuk ezt a kis matricát, ami plusz kis piros pont. Szerintem már minden gyártón ez elérhető, mert kapunk egy másik fajta kis matricát, amilyen ilyen fémes és ez tényleg fémes, meg ilyen műanyagos bevonatú, az is tetszik. Ez még nagyobb piros pont, mert más gyártónál max. Egy darab matrica van. És kapunk ugye kábel kötegerőket. 12 darabot, 2, 4, 6, 8, 10, 12 darab kábel kötegerőt. Jó, nézzük a többit. Mindjárt egy pillanat. Van egy ilyen. Az volt a felhasználói, nem acska, egy tájékoztató jellegű volt. Na ez a felhasználói kézikönyv. Ugye itt is van bármi, tehát ugyanaz a tápegység, most ugyanaz a csomagolás, de viszont más a tápegység, ezért van ilyen felhasználói útmutató platinum is gold. Mit akarok mondani? Magyar, igen, magyar nem, nincsen benne. Van itt nekünk egy QR kódos. Ami nekünk még fontos lenne, amit én szeretnék is tudni, meg jó az, hogy az ember tud, mindjárt mutatom. Itt vannak a DC Power Connectors. Hogyha multiméterrel szeretnél mérni, például mit tudom én, készítesz magadnak egy full modulás tápegységkábel, akkor igen, akkor le is tudod mérni multiméterre, hogy minden megfelele. És ezért is jó, mert az erőző tápegységemnél például nincsen ilyen, vagyis ha jól tudom, nincs. Ja, meg hát itt vannak ugye a specifikációk. A modelleknél 650 platinum, 750, 850, 1000 platinum, 1200 és 1300-nál. A goldnál is ugyanaz. Csak máshogy ugye. Na jó. Kapunk egy ilyen kis csatlakozót, amire a tápegységet el tudjuk indítani. Ez is jó egyébként, más tápegységet nem hiszem, hogy van. Csak a Seasonic-nál kapunk egy hálózati ajzatot. Megkapjuk a kábeleket, az összes kábelt, ami csak ehhez a tápegységhez van. Ez egy kis, ilyen kis bagbe jön, ilyen kis tatyókába. Mondhatjuk így is. Hát nem fogom kibontani. Ebben vannak a periféria kábelek, ugye hát a SATA és a Monex. Ebbe pedig a 24 pines, a 6 plusz 2-es, 8 pines, még az összes kábel. Nézzük a tápegységet. A tápegységünk megint ugyanúgy egy ilyen kis ilyen ezüstös, nagyon jó, nagyon tetszik, egy kis tatyókába kapjuk meg. Még az is lehet, hogy még a kábeleket még kis gombban bontam, és
akkor megmutatom, persze. Úgy is ki kell lesz. Na, így néz ki nekünk a tápegység. Ugye 135 mm. 135 mm a ventilátornak a mérete. FDB csapágyazás, 92%-os. Mi is volt az? Hatékonyság és 50%-os terhelés, ne ugye a tápegységünk, akkor mikrotoleranciájú terhelés szabályozása, prémium hibrid szabályozás, prémium hibrid ventilátor szabályozás, FDB csapágyazás ugye a ventilátoroknál, a belső, és kábelmentes ugye belső dizájnnal van. Hű. 175, vagyis, bocsánat, 17 cm hosszú, 17 cm hosszúságú, 15 cm, tehát 150 mm a szélességre, és magasságra pedig, amennyi is volt, 8,6, valahogy így, 8,6, de viszont eltérhet 1 mm-t, plusz-minusz 1 mm-t. Látjátok, igen, rajta van a fólia is, egyiken, ugyanúgy. A méretétől tekintve ez elég jó kis tápegység, kicsi is. Nincsen olyan húgy, de nagy súlya. Van a hibrid mód, ez meg a bekapcsoló, és meg a hajzat. Jó. Nézzük meg a kábeleket. Az összes kábelt megkapjuk. Ezek a PCI-ja a processzorhoz és az alapapjhoz, ugye a 24 pines. A PSU és a CPU, ugye. PSU felül is a processzorhoz. PCI Express. Ugyanúgy az is processzorhoz, tehát az összes kábel itt van. Nézzük gyorsan. Ezeket is. Van a SATA. Az összes itt van hozzá. Kapunk egy FDD-t is. Még vannak itt a HDD-nek. Ugye. Na hát ennyi lenne a videó. Majd a később lesz majd róla teszt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, azt a kis harangocskát böngessétek meg, és találkozunk a legközelebb videóban. Sziasztok!